tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületülésen megjelent képviselőket, jegyzőasszonyt, meghívott vendégeinket és az érdeklődő lakosságot. Külön köszöntöm dr. Bergvartnél a kormány megbízottakat. Ezennel Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének rendezését megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 7 tagjából 4 tag jelen van, így az ülésünk határozatképes. Támogatását bejelentettem Énekné Harsányi Katalin Julianna, a polgármester asszony, Szerző Tiborné és Bolyós Robert képviselőtársam. Az írásos anyagban kiküldött napirendi pontokat egy napirendi ponttal kívánom egészíteni. A Bursza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer csatlakozására előterjesztést. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a mai képviselőtestület ülésen kívánnak egy napirendi pont tárgyalására javaslatot tenni. Milyen szándékot nem látok, itt kérem, hogy készfeljutásra szavazzanak az írásos anyagban kiküldött és a szóban elhangzott napirendi pontok tárgyalását elfogadja. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulatban a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, rendesülés révén kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése, kívánni valaki interpellálni. Jenes László képviselőtársam. Tisztelt egyszerű, tisztelt vendégeink. Korábban is felmerült már egy lakosság részéről, közlekedés részéről a település képpontjának a forgalom szabályozása, mint az jó fogalmatokat. Gyakorlatilag újra felmerült ez, hogy tulajdonképpen az az ottantó reggelente, én csak reggel vagyok ment a település képpontja egyébként, a napközben nem látom, de az elég nagy gondot okot, hogy a busz sokszor nem tud elindulni a megálló helyéről. És valamilyen szinten kellene ott a piacféri környékén, a tempónálé, illetve a buszmegálló környékén ezt a forgalmat szabályozni. Én kérném, hogy forgalomtechnikai szempontból szakemberekkel kérnénk, lehetséges lenne megvizsgáltatni, hogy ott az esetben körforgalmat egy egyirányú sikert kialakítani. Ez felvetődött egyébként már korábbi időszakban is beszélgetés kapcsán közlekedők kell beszélgetve, mondták ezt el nekem, én magam is azon az állásponton vagyok, hogy szabályozni kellene valamilyen szinten ezt a forgalmat. Köszönöm, ennyire egy forrás. Köszönöm szépen. Ezt akkor interpellációként kezelem és javaslom, hogy a következő képviselőtestületére készítsük elő, van rá egy 2 hónap múlva lesz rendes testület ülés. Egyébként sok alkalommal foglalkozott már a képviselőtestület ezzel a kérdéstörrel, én úgy gondolom, hogy abszolút helyén való. Hogyha elfogadod ezt válaszként, akkor előkészítjük a következő testületülést. Köszönöm szépen. További kérdés vagy interpelláció van. Jó. Ilyenkor szoktuk elkezdeni a napirendi pontok tárgyalását, de mivel vendégünk érkezett, és igazából először van így itt a településen, bár már alkalommal biztos, de nem tudott akkor részt venni, testületülésen egy végképp először, úgyhogy szeretném átadni a szót dr. Bergó Attila kormány megbízott úrnak, hogy mutatkozzon be és néhány gondolatot osszon meg velünk, és illetve a rögzített felvételről pedig a lakosság is tudomást szerezhet erről a bemutatkozásról. Köszönöm szépen, köszöntök mindenkit, én is. Valóban testületi ülésen először annyi talán nem tenni hozzá, hogy az óvodáltalom voltam legutóbb a testület településen, amire szintén szívesen jöttem. De a mai napra visszatérve azt gondolom, hogy ez egy szándék és egy akarat találkozása, hiszen kaptam meghívót, amit tisztelettel köszönök a város település vezetőtől, de számomra is egy akarat volt, hogy jöjjek és ismerjenek meg, illetve én is ismerjem meg az önök munkáját, de nem csak Jászlózsát, hanem a megye összes 78 települését kívánom ilyen szempontból látogatni. Nyilván ez nem egy egy-két hetes dolog, de bízom benne, hogy előbb-utóbb ennek a végére érünk. Teszem ezt azért, mert egyrészt fontosnak tartom, hogy érezze mindenki azt, hogy a kormányhivatal, egy kormányhivatal léte a megyében az nagyon szertágazó feladatkört hordoz magában.
természetesen ellátjuk azokat a hagyományos megmondható hatósági feladatellátást, amit ugye régebben a közigazgatási, a megyei közigazgatási hivatal váltott el, valamint ugye az elmúlt évek során folyamatosan bővült az ellátandó feladat, nyilván az önkormányzattól átvett állami feladatokat jöttem ez alatt, illetve azokat a egyéb szakhatósági feladatköröket, amelyekkel én azt gondolom, hogy a jelen helyzetben, a jelen időszakban talán egy település a legtöbbet találkozik. Értem ez alatt a különböző pályázatok és különböző beruházások kapcsán történő hatósági eljárásokat, szakhatósági és egyéb kérdéseket, illetve végül, de nem utolsó sorban, én azt gondolom, hogy a testület működése felett is ugye az ön a kormányhivatal törvényességű felügyeletet lát el. Na ez volt a legutolsó, amivel talán legkevesebbet találkozunk Herz Dózsával, hiszen azt látjuk, hogy a testület végzi a dolgát, végzi a dolgát, ahogy kell. Nyilván egy testületen belül azért vannak olyan pontok, amit meg kell vitatni a testületen belül. Nyilván ez a településen is megjelenik, tehát azt gondolom, hogy a testület munkája az erről szól. Teljesen mindegynek tartom legalábbis én, hogy választott tisztviselőként vagy kinevezett tisztviselőként ülünk ebben a székben, vagy vagyunk itt. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk az az, hogy a térség érdekében dolgozzunk, a lehető legjobb tudásunk szerint, értem ez alatt az önök esetében az itt lakókat, de hát ugye csak van egy járssági térség, ezt ugye el szoktuk külön említeni, hogy a járság identitásában és ugye értékeiben teljesen helyesen és teljesen jogosan azt gondolom, hogy követi a hagyományait, illetve van egy megyénk, és végül nem utolsó sorban élünk egy országban, egy államnak a részei vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb feladatunk, és ebben elengedhetetlen az, hogy együttműködjünk, együtt tegyük a dolgunkat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban ez szemmel látható volt, ezzel az úton a kormányhivatal nem kíván letérni, továbbra is azt tartjuk vezérvonalnak, hogy a lehető nyitő segítséget adjunk meg egy település működésére, egy településen belül a boldogulásra, akár egy előzetes egyeztetéssel, akár egy bármilyen egyéb fórummal, úgyhogy teljesen nyitottan állunk ehhez a kérdéskörhöz. Bármilyen megkeresés vagy bármilyen kérdés érkezik irányunkban, azt természetesen próbáljuk legjobb tudásunk szerint az önök szolgálatában állt szolgálatban állítani. Magamról talán még röviden annyit, hogy nem ismeretlen számomra ilyen szempontból a kormányhivatal működése. Végigkísérhettük kollégáimmal együtt azt a változást, amit átestünk, gyakorlatilag azt kell mondjam, 2011 óta egy folyamatos változáson megy át a hivatal, folyamatos feladatbővülések, illetve egyéb tennivalóknak a megjelenésével, illetve 2015 óta akkor főigazgatóként dolgoztam a hivatalban. Az egy más jellegű, pusztán szakmai jellegű működés volt, de kiváló időszak volt arra is teljesen megfelelő, hogy az ember belásson a települések működésével, a települések munkájával, illetve abba a munkafolyamatban, amit jelen pillanatban megkövetel a miniszterelnökség, az állam vezetése, kormányhivatal működésétől. Úgyhogy ezen az úton kívánunk továbbjárni. Én azt hallottam kollégáimtól, hogy a testület működése kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de rendesen működik. Nyilván még egyszer mondom, azért nem testület, azért a testület, hogy itt ütközzenek azok az álláspontok, amik esetleg nem egyeznek, de biztos, hogy minden döntés a testülettől és a település érdekében születik meg. Úgyhogy ehhez kívánok önöknek a későbbi évben is jó munkát. És még egyszer mondom, bármilyen felmerülő kérdés van, bármilyen felmerülő probléma, akár a járási hivatalon keresztül, akár a járási hivatalon túl, nyolvarad a rajtuk keresztül, akár a kormányhivatal, hiszen egy szervezetről beszélünk, formálnak bátran hozzánk, és bízom benne, hogy ha tudunk segíteni, ezt természetesen meg is tesszük. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, jó munkát kívánok. Nyilván nem fogok itt ülni az egész testület alatt, de próbálni arra látni egy kicsit a munkába, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Köszönöm szépen. Nem beszéltük meg előre, de megkérdezni, hogy van lehetőség most kérdésre? Természetesen. Nyilván megpróbálok válaszolni, ha nem tudok, akkor igyekszem írásra, és jövőre pótolni, de természetesen. Akkor képviselőtársaim, mi a szó? Elsősorban. Várj, mi én bennünket a látogatást, nem kérdezik.
vissza tudok jönni, ha felkészülnek, akkor így nem tudok. De bátran bármikor jövök érzelni. Intézményvezetők, jelenlévők. Úgy látom, hogy ilyen szándék nincsen. Köszönöm szépen, és akkor szeretettel várjuk a minél hosszabb ítélétet. Most legalább akkor elég sok napirend van, tehát elég szerte ágazó a mai testületülés, mert elég régen volt rendes testületülésünk. Akkor kezdjük el a napirendi pontok tárgyalását. Először a tájékoztatók hangzanak el. Első napirendként tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Az írásos agyon kiküldésre került előadóként szóval nem kívánom kiegészíteni. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? A leírtak írásos anyagban kiküldött leírtakban olyan dolgok szerepelnek, amelyekkel már találkozhattunk a két ülés között óta, tehát lehet, hogy nem teljesen ismeretlen mindenki számára. Természetesen a mai testületülésen is ott van a tájékoztató mindenkinek az asztalán, amelyet a pénzügyes kolléga az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről készít el. Ez elég jól mutatja a helyzetünket, illetve jelen pillanatban egészen pozitívnak tűnik, bár az évvége közelettével a költségvetési hiány egyre inkább fog látszódni az ilyen tájékoztatóban. Esetleg gondolkodik-e Kórógy Enikő képviselőtársa, mi a szó? Szeretném megkérdezni az emberek, hogy minap tartom lengyel látogatáson, kikkel találkoztatok, és milyen benyomással jöttetek haza, mi történt ezen az úton a testvérvárosi kapcsolattal? Ja, igen, az az érdekessége ennek, hogy a Gmina Tarnów hivatalosan nem testvér települése Jász Dózsának, hanem Gmina Markova, ahonnan majd egyébként most október 10 és 13-a között jön egy buszni gyerek. Mi vagyunk a sorosak a fogadásában, viszont jó kapcsolat alakult ki a Gmina Tarnów települése, hát tőlük kaptuk a Vemszobrot, a Petőfi, Domborvívet és a Erdélyi körkép részletének másolatait, és akkor így meghívtak bennünket arra a településre, a Kosice-Bielki településre, amely a 24 Mina 24 településében az egyik település, ahol az erdélyi mi testvér településünk Csíkszentsimon Csakószeg állított föl egy székelykaput. Így már lehet, hogy egy kicsit itt közelebb van, székelykaput, és azt a teret a következő évben a Tarnóviak ajándékoztak Csíkszentsimonnak egy teljes alakú bemszokat március 15-én, és a kapcsolat nagyon szépen működik. Gyakorlatilag nekünk köszönhető az, hogy Dél-Lengyelország jelentős részén elég sokat tudnak most már arról, hogy Magyarországnak milyen része, hogyan kapcsolódik, mi az Erdély. Azért sok mindenki számára ez nem volt világos, én ennek nagyon örültem, és nem, annak pedig kifejezetten, hogy Kosice-Bielki településen ezt a teret, ahol az erdélyektől kapott székelykapu van, majd Lengyel-Magyar Barátság terének nevezték el. És első alkalommal olyan egy úgynevezett magyar piknik rendezvényt indítottak el, és ennek a fő díszvendégei mi voltunk. Tehát a központ nagyon hatalmas és nagyon jó érzés volt, egyébként is a magyarokat mindenki szereti, és hát mi úgy mentünk ki négy fővel a településről, a Jász kapitányi feleségével, Jász viseletbe öltözve bemutatták a Jász viseletet is színpadra állva. A részleteket, olyan dolgokat kellett elmondani, amiket megpróbáltam visszaidézni Batu Editkétől, mert elég sokszor hallottuk a Jász viseletet, de hitelesen nem tudtam előzni, de nagyon nagy érdeklődés volt, és a Tarnamenti 2000 ZRT-nek a szürke marha és mangalica termékei kóstolót. Három óra hosszán keresztül ki is tartott, pontosan addig, míg
a sötétedésig, míg a rendezvény kifejezetten csak szórakoztató része zajlott, és kivittük a magyar erre az alkalomra készített Holló László által a település ládáját. Egy szerintem majd mielőtt a Berko Attila elmegy, megmutatnánk a mi település ládánkat, ilyet készítettünk. Rajta van a magyar huszár az elején, és a lengyel ulános lovas, kézzel festett, fára festett a műhelynek a terméke, és azt is a nagy színpadon adtuk át. És hát ami kifejezetten nagy örömet okozott, hogy több mint 600 személyt tudtunk megkínálni Jász Dózsai pálinkával. Úgyhogy nagyon nagy sikere volt, és találkoztam ott a járási hivatal vezetőjével, és úgy néz ki, hogy az a döntés fog megszületni, most előkészítés alatt van. Egyébként a választások október 21-én lesznek a helyhatósági választások Lengyelországban. De hát általában egy személyváltozás az mindig egy kis változással jár, de én úgy gondolom, hogy nem lesz befolyással adott esetben a magyar-lengyel kapcsolatokra. A jövő évtől szeretnék megrendezni járási szinten, egyébként a járás nagysága akkor, mint Magyarországon a megye létszámát tekintve és területét tekintve, szeretnék megrendezni ezt a magyar pikniket. Úgyhogy szerintem fantasztikus érzés volt, aki kint volt. Természetesen itt azért csak ebben nem írtam a tájékoztatóban, de ugye azt tudjuk, hogy a település jelen pillanatban olyan anyagi helyzetben van, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy a település pénzéből finanszírozunk ilyen dolgokat. Tehát az erdélyi utat is a testvértelepülésünkhöz támogatásokból, a résztvevők anyagi áldozatvállalásával oldottuk meg, és ugyanilyen módon a lengyelországi utat is. Hát, úgyhogy ha hiány van a költségvetésben, akkor úgy ítéltük meg, hogy ezt ilyen módon kell megtennünk. Egyébként pedig bármilyen nehézség van, azért a kapcsolatokat ápolni kell, mert bízhatunk abban, és én úgy gondolom, hogy megvan a kilátás a településen, és arra vonatkozóan, hogy a jövő évben a település a pénzügyi egyensúlyi állapotát el fogja tudni érni. Bocsánat, hogy egy kicsit hosszan beszéltem, de valahogy így kerekedett, és próbáltam egy kicsit arról is, hogy milyen előzményei vannak ennek a kapcsolatnak. Köszönöm. Jó, kívánni még valaki. Gyeres László képviselőtársam. Kérdés, vagy már vélemény? Bármi lehet, kérdés, vélemény. Tisztelt testület és tisztelt jelenlévők, én hát ilyen kellemes dolgok, meg tehát elhangzása után egy kellemetlen dologról beszélnék. A felsorolás egyik pontjában, két részőképpenes voltak egyik pontjában, hogy július 11-én érkezett a Citertől egy szabadosság felmondó levél, ami a polgármester úr barátok, hogy nem fogad el, ami helyes egyébként, és azóta sincs vált erre. Gyakorlatilag én azért, hogy tisztán lássunk, ennek előzményei is voltak, gyakorlatilag az, hogy volt itt a kivitelezés részéről, illetve az alvállalkozó részéről voltak hibák. Azt észrevételeztük is, mindjárt azt hiszem a testületi tagok is, a lakosság is ezt észlelte. Ugye leírja itt, hogy a, nem itt a mellékedben, leírja, hogy a belvédelvezetés nem történt, nincs megoldva. Hát ez akkor is, amikor hozzák volt a kivitelezésre, akkor is tudta, hogy nincs megoldva. Ez egyik dolog. A másik dolog meg nem biztos, hogy rá kell most megint ezt is fogni a mezőgazdasági nagyterjedelmi járművekre. Mert már egyszer volt egy hasonló valami más kapcsán. Sárpelholtás, vagy egyik kapcsán. Jó lehet, ezeken az utakon, amik fel vannak sorolva, azon nagyon kevés traktor, nehéz súlyú traktor, kombáj, vagy egyéb pótkocsi közlekedik. Erre nem lehet rápogni, ezt elutasítom, mint az ökodésági vállalkozó a gazdatársaim nevében. Ezt nem fogadjuk el. És akkor nem javaslatom is ezzel kapcsolatban, ha nem boldogulunk úgy, hogy tehát jó lenne, ha nem kellene jogi útra terelni, meg kellene egyezni, nekem az a véleményem, a településünk érdekében. Hát nem végezték el a munkát, mert megfelelően. Ezt folyamatosan csinálni kell, és volna előszinte igazság. A
Másik dolog még az, hogy a települést átfelő közút, annak az egyik korona, tehát az útpart felmentett ennyi. Annak a helyre állítása is kívánni, hogy maga után. Ha talán a körülkelelővel összefognánk, akkor nagyon nyomatékot tudnánk adni, ezt javaslat a érdekeinek. Én szerintem igen, ezzel élni kellene, és nem beszélve arról, hogy a jelenlévő kormányok tudnak a segítséget is kérhetni ebben az ügyben, úgy gondolom, hogyha tudna segíteni. Mert ez azért nonsens, hogy egy kivitelező befejezte, utána elmegy. Tehát ezért itt vannak a szavatossági feladatok, amiket meg kell oldani. Köszönöm, ennyit akartam. Nem csodálom, hogy kiveri a biztosítékot, hogyha a mellékletet, egy képviselő miről, hogyha a mellékletet elolvassa. Én is, nekem is többször le kellett ülnöm hozzá, és úgy kellett elolvasnom, mert rendkívül felháborítónak tartom. Eleve onnan ott kezdődik a dolog, hogy eddig még nem fordult olyan elő, hogy az önkormányzat képviselője nélkül, részvétele nélkül történt volna a helyszíni bejárás, és annak kapcsán bármilyen döntés is született volna, ezt mindig együtt csináltuk, és az a június 21-én tartott helyszíni bejárásnak ilyen következményei lehetnek, ami egyébként meg abszolút nem értek egyet, amire van hívva benne, nem véletlenül a kifogást megfogalmaztuk, és jelen pillanatban úgy tudom, hogy az ügyvéd úr már ezzel az ügyel foglalkozik, mert annyi idő eltelt, hogyha a szabadságokat is és mindent figyelembe veszünk, akkor már illet volna rá valamilyen reakciót. Egy dolgot azért tudni kell, hogy a projekt zárására, úgymond nem került sor, az én aláírásom erről hiányzik. Tehát amikor a garanciális bejárásra sor került, akkor annyi hiányosság merült föl, hogy nem írtam alá a jegyzőkönyvet, és utána arról volt szó, hogy mire ki lesz tűzve. Hát sok sebből vérzik, mert egyébként sajnos a műszaki ellenőr személyében is, vagy a cégből kikerült a műszaki ellenőr, tehát személyesen vele már olyan kapcsolatban voltunk, hogy tudtuk, hogy miről beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek folytatása lesz. Tehát egy fontos dolog volt, hogy időben, elvárható időn belül reagáltunk rá, hogy ezt nem fogadjuk el. Tehát egész biztos, hogy ennek lesz folytatása, és keressük a lehetőséget, hogy az igazunkat bizonyítsuk. Abszolút nem igaz. Különösen azokon az utakon, ahol mellékutakon, nagy mezőgazdasági gép maximum egy évben egyszer jár, amikor beviszi a terményt. Mert egyébként a mezőgazdasággal foglalkozó jelentős részeinek a telephelye máshol van, tehát nagyon kevés a település belső részén. De ha haza kell vinni a terményt, az haza kell vinni. Tehát eddig is elbírták az utat, nagyon érdekes egyébként, hogy az útnak az a szél, az az oldala, amelyik nem lett megbontva, az bírja. Amíg bírta adott esetben ezt a teherő gépnél 7,5 tonnásnál elő kocsival nem bírnak benne, az utcák szűke. Annak a teherbírja azt elbírta, de az a rész, ahol a nyomvonal van, az meg van süllyedve. De meg volt már azelőtt is süllyedve, mielőtt esetleg egy-egy gép elment rajta. Minimális, marginális, tehát az abszolút nem állja meg a helyét, és egyébként pedig nem tudom, hogy kivel fogják ezt igazolni, hogy egyoldalúan megtörtént ez a bejárás. Mindenféleképpen szükségesnek tartottam volna hozzá, hogy az önkormányzat részéről képviselő legyen. Egyébként lefényképezett, az eredet, tehát a kivitelezés megkezdése előtt képekkel, felvételekkel bizonyított, hogy milyen állapotok voltak. A kivitelezés befejezését követően az állapotok viszonylag jobbak voltak, mert ezek a süllyedések nem jöttek elő. De azt is tudjuk, hogy tömörítés nem volt. Egyértelműen tudjuk, hogy vissza lett lövdösve a nagy hantok, különösen ahol kötött föld volt, ott legalább akkora légtér keletkezett, mint amilyen hant beledlökve, az előbb-utóbb süllyedni fog. Ráadásul nagyon érdekes szituáció volt így végignézve a beruházást, hogy aki a nyomvonalat kiszedte, lehelyezte a csövet, tehát megépítette a rendszert és visszatúrta, nem annak a cégnek a feladata volt a végleges helyreállítás.
Tömörítés nem volt, ha tömörítenek békával, akkor egy 30-40 centi a maximum, amit vissza lehet tömöríteni, nem sok esetben az ég, másfél vagy ahol volt, ahol 2,5 méter mély árkot kellett volna visszatömöríteni. Tehát ez jelentkezni fog. Bízom benne, hogy szót tudunk érteni a vállalkozóval, ez az egyoldalú szavatossági kötelezettség felmondása nem állja meg a helyét. Erről beszéltünk már a műszaki ellenőrrel is, és jelen pillanatban a ügyvéd készíti elő, hogy hogyan tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy a jogos követeléseinket azt fogjuk tudni érvényesíteni, annál is inkább, mert nem olyan kis cégről van szó, aki most megszökik előlünk. Egy nagy cég, komoly cég, egyébként a beruházás ideje alatt azt mondom, hogy teljesen korrekt kapcsolat volt a cég és az önkormányzat között, de könnyű egy vezetővel megegyezni, amikor a munkát nem tudom hanyadik sorban lent egy olyan alvállalkozó látta a képviselőtestület tagja, a lakosság, hogy milyen munkaerővel és hogyan dolgoztak. Tehát már azt is eredménynek tartom, hogy a rendszer működik. De a helyreállítás egyébként nem csak ilyen dózsai probléma, a környező településeken, ahol szennyvízberuházások, mindenhol probléma a helyreállítás. Remélhetőleg a cég nagyságából adódóan nem engedheti azt meg magának, hogy úgy van ugyan egy településről, ilyen módon. Nem beszéltem, tudatosan, személyesen nem hívtam fel a vezetőt, mert ezt egyébként nem a cég első számú vezetőjétől kaptuk, hanem a Lukács Zsolttól, aki a projekt vezetője volt, de csodálkoznék azon, hogy a Szikerszki Magyarország Kft. Vezetése erről nem tudott volna. Tehát nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt nem csak velünk próbálják eljátszani, mi határidőben reagáltunk, a kidolgozásra pedig ennek a cáfolata, az pedig sorra fog kerülni, és valószínűleg, hogy meg fogjuk csinálni, kezdeményezni fogjuk a közös bejárást, és minden olyan hibát, ami a kivitelező részéről szükséges helyreállítani, azt helyre fogjuk állítani. De kíváncsi vagyok egyébként arra is, hogy az elszámolás hogyan történhetett úgy meg, hogy a záró jegyzőkönyvet én nem írtam alá. Tehát erről mindenki tudna, a képviselőtestületet is tájékoztattam. Abszolút jogos a felvetés. És lesz folytatása. De most többet jelent ki, amikor nem tudok mondani. Tehát az két ülés közöttében az a két-három sor, ami le van írva, tehát körülbelül azért ilyen háttere van szinte mindennek, de ez úgy gondoltam, hogy nem elég, hogy ez csak leírom, hanem csatolom ehhez tartozó háttér levelezést is. További kérdés, észrevétel, vélemény az első napi rendhez. Ha nincs, akkor annyit arra hívom fel a figyelmét mindenkinek, hogy a pénzügyi tájékoztatót azt legyen szíves a többi tájékoztatóhoz tenni. Szükségünk lesz rá majd még, amikor még ettől egy kicsit nehezebb helyzetben kerülünk, mert a következő ez ilyen lesz. De szerintem elég jól kiolvasható belőle az önkormányzat pénzügyi helyzete. Úgy látom, hogy több hozzászólás nincs, akkor szavazásra bocsájtom. Az írásos anyagban szerepel határozati javaslat az elfogadásról. Aki elfogadja, kérem készfelnyitással jelezze. Köszönöm szépen, megállom, hogy majd a képviselőtestület még igen szavazottal egy hangulat a napi rendet elfogadta. Második napi rend tájékoztató, lejárt határidei határozatok végrehajtásáról. Írásos anyag kiküldésre kerül. A napi rendnek az előadója Gottlieb Tibor, a jegyzőasszony. Megkérdezem a jegyzőasszonyt, hogy szóban ki kívánja egészíteni. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napi renddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek. Vélemény, hozzászólás. Nem látok ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsátom. Itt is szerepel az írásos anyagban határozati javaslat. Aki elfogadja, kérem készfelnyitásra. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4-5 szavazattal egyhangulag elfogadta. És következnek a beszámolók. Harmadik napi rend. Beszámol az önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. Írásos anyag kiküldésre kerül, előadóként szóban kiegészíteni nem kívánom.
a pénzügyi bizottság tegnapi ülésén tárgyalta, és kérem Baranyi Sándor bizottság elnököt, legyen szíves ismertesse a pénzügyi bizottság javaslatát. Köszönöm szépen. Jelzőzökösség önkormányzat pénzügyi bizottságra javasolja Jelzőzökösség önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat 2018 évi költségvetésének első fél évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm. Kérdezem, hogy a napi rendel kapcsolatban kérdése van valakinek? Vélemény, hozzászólás. Vagy más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsájtom. Aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kérem készfényítésre jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulat elfogadta. Negyedik napirend beszámoló az Erdős Alapszolgáltatási Központ 2018. évi feladatainak ellátására. Írásos anyag. Kiküldésre került. Kérdezem az intézményvezetőt. Ki kívánja szóban egészíteni? Akkor a képviselőtársaimat kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Úgy látom, kérdés nincs, vélemény, hozzászólás. Nem látok ilyen szándékot. Akkor szabadásra bocsánatot. Kérem a képviselőtársaimat, akik az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot támogatják, kérem készfényítással jelezzék. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulat a beszámolót elfogadta. Ötödik napirend. Beszámoló Jászdusa Mocorgó óvoda és egységes óvoda bölcsőde működéséről. Írásos anyag kiküldése került. Kérdezem az intézményvezetőt, szóban ki kívánja egészíteni, mint előadó? Nem kívánja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Nem látok ilyen szándékot. Itt is az írásos anyagban szerepel határozati javaslat az elfogadásról. Kérem szavazzon kerül, aki elfogadja, kérem készfényítésre jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadta a beszámolót, és most következnek a döntést igénylő előterjesztések. Hatodik napi rend, előterjesztés a házi orvosi feladatot ellátó helyettes kérelmére. Az írásos anyag kiküldésre került. Most elsőként szóban kiegészíteni nem kívánom, és időközben megérkezett a doktor Baráni Zoltán. Én lehetőséget adnék arra, mielőtt még a napirendre rátérnénk, hogy pár gondolatban bemutatkozna egy kicsit itt a településnek. Ennek az a lényege, hogy megkérném, hogy ide fáradjon ki, mert akkor benne lesz a tévénkben. Hát egyébként csak a hangját fogjuk hallani, tehát mi nálunk a képviselőtestület ebben a ciklusban úgy döntött, hogy minden nyilvános bizottsági ülés és képviselőtestület ülésről hang és képfelvétel készül, amelyet a holnapunkra elteszünk. Dr. úr, parancsoljon! Tisztelettel köszöntök mindenkit, polgármester úr, illetve asszony, képviselőtestületnek hívottak. Farádi Zoltánnak hívnak, és június 1-e óta önkormányzattal kötött szerződés értelmében házi orvosi alaptállátási feladatokat látunk el kollégáimmal együttműködve. Itt erre azért van szükség, mert jelenleg szakvizsgára készül a pneumatológiából, és a gyakorlataimmal, tanulmányaimmal kapcsolatosan vannak olyan elfoglaltságok, amik nem teszik lehetővé, hogy folyamatosan itt legyek gyakorlatilag a helyettesítési időszakban. 4-en vállaltuk ezt a csapatmunkát. Rajtam kívül Vadvirág Gonda doktornő, Prohászka Paguk Marian, illetve Székely Emes a doktornő.
valószínűleg ez az átmeneti időszaka most december 1-ig mindenképpen tartani fog. Ez kis kényelmetlenséget fog okozni a településen, mondván, hogy nem tudnak a páciensek egy fix meghatározott rendelési időhöz alkalmazkodni. Most kénytelenek egy picit a mi viszonyainkat is figyelembe véve ezt a megváltozott körülményt elfogadni, és ennek megfelelően rendelési időt picit rugalmasabban kezelni. Amit én annak idén polgármester úrnak is, jegyzőasszonynak is említettem, egy picit próbálom az egészségügyi ellátást úgymond a gazda szemével és ennek megfelelően követni, irányítani. Ebből kifolyólag szerveznék olyan dolgokat, illetve alakítanánk úgy a rendelés menetét, hogy a lehető legtöbbet tudjuk nyújtani a település lakosságának. És itt nem csak az egészségügyi ellátásban gondolom, hanem úgy gondolom, hogy annak kiegészítő dolgaira is fókuszálnánk. Próbálnánk egy picit rugalmasabbá tenni a laborvizsgálatoknak a rendszerességét, azt úgy beállítani, hogy szolgálja ez igazából a diagnosztikai lehetőségeket. Jelenleg két hetente van lehetőség arra, hogy laborvizsgálat történjen, úgyhogy emőke egyedül végzi ezt a feladatot is, illetve a rendelés mellett az adminisztratív tevékenységek is ráhárulnak. Ezt akkor tudja megcsinálni, amikor délután van a rendelés csütörtökönként, mert akkor ő délelőtt meg tudja csinálni a laborvizsgálatot. Most ezen a két héten például, amikor a vadvirág van a helyettesi, ilyenkor a rendelés mindig délelőttre esik, ebből kifolyólag a vérvételeket csak úgy tudjuk összeszervezni, hogy jászterekről a kolléganő átjár, és akkor besegít olyankor vagy az adminisztratív, vagy a vérvételbe, de ő inkább a helyettesítőként az adminisztratív tevékenységeket szokta csinálni. Akkor kérdezhetünk is? Igen, persze, lehet, hogy egyszerűbb lesz. Úgyhogy majd utána rátérünk a napirendbe is, de szerintem ez is fontos információ. Akkor a képviselőtársaimra szó. Nincs kérdés, eddig tapasztalat. Akkor térjünk rá a napirendre. Doktor úr, kérdeztem, hogy mennyire ismeri az előterjesztést, tehát az anyag rendelkezésre áll? Igen, most csak fejben, de ismerem. Ugye természetesen a szerződés tervezetet azt csatoltuk az anyaghoz, és ehhez van egy előterjesztés, egy határozati javaslattal, amelyben A és B változat van jelen pillanatban. Az egyik az, hogy elfogadjuk, a másik az, hogy nem fogadjuk el, de mindenféleképpen beszélni kell róla. A pénzügyi bizottság egyébként ezt a napirendet a szerdai ülésén tárgyalt, és meg is kérdezem a pénzügyi bizottság elnökét, milyen javaslattal áll a testület elé. Kárdózsökösségi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Kárdózsökösségi önkormányzat képviselő testületének a házi orvosi feladatot ellátó helyettesítő orvos kiegészítő tevékenységéről szóló előterjesztés elfogadását a B javaslatnak megfelelően, mely szerint a házi orvosi feladatot ellátó helyettesítő orvos dr. Farádi Zoltán házi orvos által előterjesztett kiegészítő tevékenység ellátására és finanszírozására vonatkozó megállapodás tervezetet ne fogadják el. Köszönöm szépen. És akkor most a kérdések. A kérdéseken van a sor. Kérdezem, hogy kívánja valaki kérdést feltenni a napirendhez. Doktor úrhoz. Az előterjesztőhöz. Gyenes László képviselőtársam, köszönöm. Nem terveztem hozzászólni, mindig kell jövésen kívesét ugyan egy napirendi pontot. Doktor úrhoz, tiszteletben köszöntöm a doktor úr, elnézést kérek. Tehát, ugye december 31-ig van az önkormányzata megállapodása. Úgy értelmeztem, igen. És akkor a továbbiakban van-e arra esélyünk, hogy marad továbbra is házi orvosunk, akár megbízással, akár más formában. Most nem ennek a függvénye, úgy gondolom most, hogy ezt elfogadjuk, vagy támogatjuk ezt a kérelmet. Egyébként az a gondunk, hogy van egy érvényben lévő költségvetésünk. Nem ezen a 100.000 forinton múlik, úgy gondolom az egész, de ugye ehhez a költségvetéshez nekünk ragaszkodni kell, mert elég pénzhiányosan működünk.
esetlegesen, hogyha a számításba jöhető javaslatként mondom, hogy a következő, vagy esetleg amikor már tárgyaljuk a következő évi költséget is, mert következik nem sokan, hogy akkor addig jegelnénk ezt a dolgot. Már elnézést, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magamot. Van-e erre esélyünk, hogy valami kompromisszum készség részéről, doktor részéről lenne az önkormányzat irányába? Nem tudom, hogy jól fogalmazott, köszönöm, hogy meghallgattam. Köszönöm szépen a kérdést. Lehet társzolni csinálni. Tisztelt polgármester úr, a korábban folytatott beszélgetés alapján kaptam képet arról, hogy az önkormányzat a anyagi helyzete hogyan és miképpen áll. Én azt gondolom, hogy mégis külön kell választani az önkormányzatnak azt a finanszírozási részét, ami az önkormányzat működésével kapcsolatos, illetve külön kell választani azt a részt, ami pedig az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos finanszírozás. A kettőt nem lehet összemosni. Tehát hiába keretkezik egyik oldalon többlet az egészségügyi részen, azt nem forgathatja be az önkormányzat a működési kiadásai közé. Tehát akkor jelen esetben, hogyha a működési kiadásokra egészségügyi oldalon megvan fedezet, akkor nem beszélhetünk gyakorlatilag önkormányzati hiányról. Köszönöm. Szólhatok? Persze. Tehát, de dologi kiadásra fordíthatja ezen bevételt az önkormányzat, mondjuk az új egészségház tárgyi eszköz beszerzéséhez esetlegesen. Jó gondolom? Én csak egy kiegészítést szeretnék tenni, pontosítani, hogy a megállapodásunk a háziorvosi ellátásra, értesítés elkötő ellátására nem december 31-ig szól, hanem addig, amíg nem tudja az önkormányzat állandó orvossal betölteni, és ezt az álláshelyet, tehát bízom benne, hogy kitartanak mindig, és megvárják, amíg nem találnak orvost, ezért próbálunk mindent megtenni. Köszönöm szépen. További kérdés. Ha nincs kérdés, akkor vélemény hozzászólás, de ha esetleg valakiben merül fel kérdés, akkor ettől függetlenül visszatérhetünk a kérdésekre is. És arra kérném a képviselőtestület tagjait, hogy mielőtt szavazzunk, négyen vagyunk, tehát mindenféleképpen szükséges, ahol minősített többség meglegyen, négy szavazat, amit el akarunk fogadni. Ha nem akarunk elfogadni valamit, akkor természetesen más is lehetséges, de szerintem ezért ez egy fontos téma. A kérdésen még hosszasan, illetve azt követően még beszéltünk ezekről a dolgokról. Nagyon nem szeretnénk orvos nélkül maradni, és azt a doktor urat már meg szerették, valószínűleg hogy tett is érte. Abszolút átlátja a finanszírozás helyzetét, tehát itt nem nagyon lehet mellé beszélni. Teljesen egyértelmű számunkra, hogy az OLED finanszírozásból ez úgy néz ki, hogy mutató lenne. Viszont most épül a egészségház, és ha lehetőségünk van, akkor annak a felszerelését szeretnénk a lehető legjobban. Én nekem bennem fogalmazódik meg olyan dolog, amit szeretném, hogyha a doktor úr támogatna, mert bár nem vagyunk abban a helyzetben, hogy most nagyon válogassunk és feltételeket szabjunk. Szerintem annak is nagyon örülni kell, hogyha nem erőből az ANTS által kijelölt helyettesítő látnál a feladatot, az rosszabb helyzet lenne. Egyébként pedig most én nem tartom rossznak ezt a helyzetet, még akkor sem, hogyha a lakosság részéről felmerül, hogy hát ennyi orvos nem fordult már meg az utóbbi 25 évben a településen, mint ez alatt, ez az egy nyáron. De hát ugye azt is tudjuk, hogy ha nem helyettesítő orvos látja a feladatot, akkor is a nyári időszak alatt helyettesítéssel tudják megoldani a szabadságokat. Tehát akkor is lenne, de mondjuk nem ilyen mértékű. Majd utána konkrét javaslatom is lesz, és akkor a pénzügybizottság elnök érnek, átadom még a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester, tisztelt edzőszem, tisztelt képviselő, tisztelt jelenlévő. Pár nagyon a pénzügybizottság ülésen, a pénzügybizottság nem támogatta. A pénzügyi bizottság ülés után volt egy hosszas
beszélgetés, és én élni kapott azzal a lehetőséggel, ha a módosító javaslatként a képviselőtestület elfogadja, hogy a 2019. január 1-től, illetve amikor költségvetést tárgyaljuk, akkor valószínűleg úgy fog már állni a költségvetés, hogy tudja a doktor úr meg ezt a kérését támogatni, én ezt módosító javaslatnak tenni, de a képviselőtestület ezt támogatja. Én azt gondolom, hogy ott már tisztában fogunk látni, és akkor azt gondolom, hogy ez a dolog menni fog, és akkor a település is jól jár, a doktor úr is tovább tud dolgozni reményeink szerint, illetve az önkormányzat is talán abban a sínbe kerül, amiben kell lenni. Köszönöm szépen! További vélemény, hozzászólás. Reagálás is fontos számomra, annak számomra a részéről. Megmondom őszintén, nem erre a döntésre számítottam. És most azt azon gondolkodom, hogy miképpen és hogyan lehet gyakorlatilag az egészségügyi ellátás minőségét tartani. Nem biztos már a szerelési megoldás. Tehát a jegyző aztán még annyit segített nekem az előtt, hogy nem minősített többség, tehát nem 4 szavazatra van szükség, hanem 3 egyben hozó szavazatra, talán ez egy kicsit könnyebbség. Hogy értsem akkor, doktor úr, elfogadja, mert hogyha szavazásra teszem fel és elfogadjuk, akkor utána már nincs miről szavazni. Tehát megmondom, hogy én is nagyon örülnék neki, hogyha ezt, ami az írásos anyagban szerepel szerződésén, van csak egy megbízási szerződés, ebben egyetlen egy pontjában lenne változás. A 2018. augusztus 1-től helyett a 2019. január 1-től. Ha ezt a doktor elfogadja, akkor felteszem szavazásra. Ha nem fogadja el, akkor még vitatkozzunk rajta, mert szeretném, hogyha olyan döntés születne, hogy azért tisztában legyünk mindennel. Hát Vadvilág doktornő az elkövetkezendő 2,5 hónapban vagy 4 vagy 6 hetet fog jönni. Ami azt jelenti, hogy azoktan hetekre eső vérvételnek a lehetősége, akkor múlik. Még egyszer? Tehát gyakorlatilag, amikor Vadvirág doktornő helyettesi, igen, akkor ő csütörtökön délelőtt van. Emőkével együtt rendelnek. Emőke egyszerűen nem fogja tudni a vérvételt is csinálni, illetve a rendelésen az adminisztrációs tevékenységet csinálni. Hát azt nem nagyon hagyhatjuk el, mert akkor az igény, hogy nálunk ráadásul még hetente volt, még a doktor úr jött, és máshol már 2 hetente, most még mi is átértünk, még ezt tudomásom szerint talán még doktor úrnak a sikere volt, hogy elérte a hetenként itt, és a lakosság már ezt is elég nehezen viseli, hogy a jót azt nagyon könnyű megszokni. Azért mondom, hogy akkor az önkormányzatnak ki kell találni valamilyen alternatív megoldást, mert egy időben nem őkkel el fog két helyen tudni teljesíteni. Ugye a helyettes asszisztens igény van arra, hogy egy órára, az egy óra a napon, az egy a rendelési időből egy órát vesz el körülbelül. Hát, tudom, mert múltkor például úgy volt, hogy a rendelési idő alatt gyakorlatilag végig a vérvétel alatt elfoglalva. Én rendeltem 2 hetet úgy, hogy én saját magam hoztam 2, tehát másodasszisztenst. Egyrészt tesztelni azt, hogy milyen betegforgalom, illetve a beteg ellátás úgy, hogyha 2 asszisztens dolgozik, és milyen akkor, amikor a nők egyedül van. Ezzel kapcsolatosan az észrevételemet annak idején megosztottam, hogy én azt látom, hogy maga az orvosi tevékenységhez, főleg egy ilyen körzetben, ahol több mint 1700 kártya van, indokolt a 2 fő mindenképpen. Jászapátin 1360 körül van a praxis létszám, ott talán túlzás, de én úgy voltam vele, hogy ha 2 asszisztensem van, akkor ők úgy tudják egymás között a munkát egyrészt megosztani, másrészt a szabadságokat szervezni, hogy az ellátáson sosem gond. Ezért letettem fel ennek a lehetőségét. Annak idején is a Jäger doktornál is 2 kolléganő dolgozott, akik úgymond az adminisztratív dolgot
meg tudták egymás közt osztani. Másrészt pedig ott volt a lehetőség, amikor előkinek adódott a vérvétellel kapcsolatos területfeladat, hogy akkor azt ő szabadabban tudta kvázi rendelésű alatt csinálni. Tehát nem az én, hogy is mondjam, az nem tisztán csak összeálltam, illetve a saját érdekem miatt gondolom azt, hogy az asszisztensre szükségem. Kétségtelen nekem több időm szabadul fel azáltal, hogy ők ketten dolgoznak, mert a betegforgalom 70-80%-a nem kimondott orvosi tevékenység. Tehát a krónikus betegeknek a recept felírása az az gyakorlatilag egyfajta folyamatos olyan tevékenység, amihez nem kell az én személyes jelenlétem, hogy ott létem. Adott esetben, hogyha házhoz hívnak, párhuzamosan tud menni a két dolog egymással. Hogy éppen a szociális otthonban kell a beteget vizsgálja, attól függetlenül tud menni a rendelés. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy képviselőtársaim is gondolkodnak. Az doktor úr által elmondott a függvényében van-e más vélemény, vagy esetleg kérdés? A tisztelt képviselőtestület, hogyha a szakasszisztens jelenleg más elfoglaltsága miatt, vagy szabadságban van, akkor jelenleg is van helyettesítő asszisztens foglalkoztatás, tehát ezt úgy gondolom, hogyha a testület ragaszkodik hozzá, hogy csak január 1-től tudja a hatályba léptetni ezt a szerződést, akkor át tudjuk igazni azzal, hogy amikor vérvétel van, akkor helyettesítő asszisztens foglalkoztatására megbízási szerződést kötünk, mintha szabadságban lenne, vagy ha egyéb elfoglaltsága miatt nem tudja ellátni. Tehát ezt éppen átmeneti megoldásként tudjuk kezelni, de nem egészen csak erre az időre szól a másodasszisztens foglalkoztatásának az igénye. Tehát én gondolom, hogy egy kötetlen beszélgetésben, egy szünet elrendelésével az álláspontokat kellene közelíteni, hogy dr. úr is elégedett legyen, meg a képviselőtestület is biztonsággal tudjon gyakorlatilag. Képviselőtársaim, mit szólnak ehhez a szünetet rendeljék el? Előjé viszi a dolgot? Nem csak tudom, hogy ez a doktor úr is van. De kapcsolatban. Gondolom, hogy kettőn állomásán. Tehát nem szeretnék úgy felállni innen, hogy ne legyen olyan egyesség, amely biztosítja az a feladat elváltást. Jó, akkor 10 perc szünetet rendelek el. Tisztelt képviselőtestület, folytassuk akkor a munkánkat. Még mindig a 6. napi rendi pontnál tartunk. És egy módosító javaslatot teszek a megbízási szerződést elveszekhez, mégpedig annak az 1-es pontjában a 2018. augusztus 1-től 2018. október 1-től igen. Van ehhez, tehát ez egy a határozati javaslathoz képest egy az A és B alternatíva, ez egy módosító javaslat. Van-e más valakinek módosító javaslata? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtam, aki az általam szóban elmondott módosító javaslatot támogatja, kérem készfenyújtással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazatra
elfogadta a megbízási szerződés tervezetet ezzel a módosítással. Köszönjük szépen! Természetesen doktor urat szívesen látjuk az ülés további része is már. Az körülbelül az egy harmadához értünk az ülésnek, úgyhogy nem sok van hátra. Hetedik napirend előterjesztés. Jászdusi Mozart óvoda és mini bölcsöde intézmény óvodai helyi pedagógiai programjának felülvizsgálatára. Az írásos anyag kiküldésre került, előadó megkérdezett az intézmény vezető Palotai Még Szabó Évát, hogy ki kívánja szóban egészíteni a napirendet. Köszönöm. Nem kívánja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás, vagy más javaslat? Gyenes László képviselőtársadalmat. Tisztelt. Én magam részéről megköszönöm a beszámolókat, az is, ami már elhangzott, az, ami már túl vagyunk, amit most tárgyalunk. Olyan tartalmas beszámolók, hogy egy negyed óráig csak így húzogattam a... Úgyhogy én nem kívánok hozzászólni, mert benne van minden, annyi távállat, hogy én nem is tudom értelmezni, biztos jó van. Köszönöm a rengeteg munkát, amit beleerőltek a szakemberek, úgyhogy ennyit akarok elmondani. Köszönöm szépen, további vélemény, hozzászólás. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. Az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot teszem föl. Szavazásra, aki elfogadja, kérem kész felnyitással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. 8. napirend előterjesztés a Jászdusi Mozolgó óvoda és mini bölcsőde intézmény óvodája 2018-2019-es munkatervének elfogadásáról. Az írásos anyag kiküldésre kerül, előadója Palotai Néz Szabó Éva intézményvezető. Megkérdezem, hogy ki kívánom beegészíteni. Köszönöm. Az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek. Vélemény, hozzászólás. Vagy más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, úgyhogy szavazásra bocsátom. Aki az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem készfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Következik a 9. napirend. Előterjesztés. Jászdusi Mozart óvoda és mini bölcsőde intézmény mini bölcsődéje 2018-19-es munkatervének a... Bocsánat. Munkatervének az elfogadásáról így van. Előadója a Palotai Még Szabó Éva intézményvezető kiküldésre került. Kérdezem, hogy ki kíván egészíteni szóval. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek. Nem látok ilyen szándékot. Vélemény, hozzászólás. Ilyen szándékot sem látok. Itt is szerepel az írásos anyagban határozati javaslat. Ezt teszem fel szavazásra, aki elfogadja, készfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazatot egyhangulag elfogadta. 10. napirend. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006-25 önkormányzati rendelet módosítására. Az írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem kívánom kiegészíteni. Ezt a napirendet szerdai ülésén a pénzügybizottság tárgyalta, kérem a pénzügybizottság elnökének bizottság véleményét tolmácsolni. Jászdusi községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászdusi községi önkormányzat képviselőtestületének gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006-25 önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen, kérdezem, hogy a napi rendel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás.
esetleg más javaslat, ilyen szándékot nem látok, akkor szavazásra bocsánatom, aki a pénzügyi bizottság javaslatát, ami egyezik az írásos anyagban, elegendő terjesztésével, a rendelet tervezetével, elfogadja, kérem készen nyitásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőket követően szavazattal egy hangulat elfogadta a rendelet tervezetet. 11. napi rend. Előterjesztés a szociális rászorultság túlfűző, pénzbeli és természetben nyújtott szociális állátásokról 4.2009. másodikról 13. önkormányzati rendelet módosítására. Írásos anyag kiküldésre került előadóként, szóval nem kívánom kiegészíteni a pénzügyi bizottság tárgyalta. Jász Dózsa Községi Önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jász Dózsa Községi Önkormányzat képviselőtestületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2009 másodikó 13 önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, kérdése van-e valakinek a napirendhez? Vélemény, hozzászólás? Vagy más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, szavazásra bocsánatom, aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kérem készen nyitásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. 12. napirend. Előterjesztés a közterület használatról szóló 12/2016 9. 16 önkormányzati rendelet módosításáról. Írásos anyag kiküldésre kerül, szóban kiegészíteni nem kívánom, pénzügyi bizottság szerdai ülésén tárgyalta. Jász Dózsa Községi Önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jász Dózsa Községi Önkormányzat képviselőtestületének a közterület használatról szóló 12/2016 9. 16. önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Vagy más javaslat? Nem látok ilyen szándékot. Jelzem a képviselőtársaimnak, hogy rendeletek elfogadásánál minősített többségre van szükség, tehát ahhoz, hogy rendeletet el tudjuk fogadni, egyhangból kell, hogy szavazzunk. Már ezt mondhattam volna a többi rendeletnél is. Nem kíván hozzá senki szólni, akkor gyeresen azt a képviselőtársaimat. Hát ha már így van, hogy minősített többség, tehát reagálnék egy pár dologra, amit a bizottságülésen is elmondtam. Tulajdonképpen ugye nem mindegy, hogy egy gépjárművet tárolunk-e, ott a úttest mellett, úgymond, vagy úttesten, vagy parkolunk, parkírozunk, átmeneti időszakig. Most ez ki, ugye, hát én aggálja vannak, hogy erre lesz-e megfelelő szakszemélyzet, szakember, aki ezt néha meg is néz, hogy mióta áll az a járműjog, mióta legmáig éppen kivarogatva a kerék is éppen, mert ön is van az esetben. Ugye, benne maga, hogy megtört, hogy erre akkor most köztületbeli gyerünk nincs, mert nem is indokolt egyébként, csak egy gondolat. Felvetettem aggályomat a bizottságülésen is emlékezetek vissza, most is elmondom, hogy az útnak tartozik az útpaska is, ugye az esetben sok esetben nem is arra használható, ami egyébként a funkciónak megfelelően, mert be van olyan, mint Vietnám előtt esetben, úgymond. Hát bocsánat, hogy így mondom, mert én így tudom beszélni, hogy befogták, nem kertészkedésre, hanem akkor még azt, hogy már kertészkedésre fogták, mert egy irányú kültettek, akkor nem tudom, hogy ez van. Tehát kültettek, hogy nem ültettek semmi. És ugye ez is gond. Nem csak a parkoló, vagy esetleg tárolt járművet tudnánk tudunk elmenni, hanem az esetben a közvetítési feltételek sincsenek meg, mert akkor be kellene tartozni, mert törvénytisztelő állampolgárnak volna a bűnjárművé. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A képviselőtestület meghoz egy rendeletet, ennek a végrehajtása, ugye a hivatalnak, a jegyzővezetésével a feladata. Én megkérdem egy jegyzőasszonyt, hogy Denes képviselőtársamnak a felvetéseire adjon olyan választ, hogy érthetővágos, érthető legyen, és
mi a szándéka, hogyan, nagyon sok minden attól függ, hogy azért hogyan hagyjuk végre a rendeletet, mert nem hiszem, hogy az a cél, hogy egy akár egy éjszakát kintölt személygépkocsit, vagy traktoros gazdáját meg kellene büntetni. De akkor legalábbis én úgy gondolom, mert ha erről van szó, akkor én se szavazom meg. Természetesen. Tehát itt nem arról van szó, hogy tehát a polgármester, ahogy elmondta, az teljesen egyértelmű, nem azt szeretnék a rendelet pontosítása, meg előterjesztése, de nem azért került sor, hogy most oktalanul is szankcionáljuk, megbüntessük a lakosokat, hanem azokat a kirívó jogellenes helyzeteket szeretnénk kezelni, amit eddig nem tudtunk rendelet hiány. A KRESZ szabálya és a közúti közlekedésről szóló egyéb kormányrendelet törvény szabályozza, hogy mi minősül parkolásnak és mi minősül tárolásnak. Tehát most ezért nem tartalmazza az önkormányzat rendelete, hogy milyen esetben tekintjük tárolásnak, de a törvény előírásai szerint a tárolásnak minősül, tehát rendszeresen olyan helyen tárolja az autóját vagy a gépjárművét, amellyel a közúti közlekedést akadályozza a közterület rendeltetés szerű használatát úgy szintén akadályozza. Csak ebben az esetben szeretnénk eljárni. Nem az a célja, hogy büntetés legyen, hanem az a célja, hogy minél jobban tudjon a lakosság közlekedni. És ha már elértük azt, hogy egy utat rendbe tudott tenni az önkormányzat útalappal, vagy kártyúzással, felújítással, akkor ne azért menjen tönkre, mert, vagy ne azért ne lehessen közlekedni, mert ott folyamatosan tárolják az autókat, mellé kell az útnak menni, ott pedig ki gödrösödik, és akkor már mellette, aki kártyúsodott részen már nem tud elmenni, az úton meg azért nem tud elmenni, mert folyamatosan ott tárolják az autót. Tehát ezt a helyzetet szeretnénk ezzel csak rendezni. Elsősorban felszólításokkal, amennyiben nem sikerül, csak abban az esetben szankció alkalmazásával, de bízunk benne, hogy el tudjuk érni a célt, de nem a lakosság zaklatására, meg jogszerűtlen alkalmazásra. Köszönöm aztán szépen. További kérdés, vélemény. Nincs, úgy látom, akkor szavazásra bocsánatom. Aki az írásos anyagban szereplő rendelettervezetet módosítását elfogadja, kérem készfelnyitásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 önszavazattal egy hangulat elfogadta. 13. napire előterjesztés a közösségi építés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Írásos anyag kiküldésre került előadóként, szóval nem kívánom kiegészíteni. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Jászló Zsökösségi Önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászló Zsökösségi Önkormányzat képviselőtestületének közösség együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását a rendelet tervezetnek megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van valakinek? Vélemény, hozzászólás, egy esetleg más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, szavazásra bocsátam. Kérem a képviselőtársaimat, aki az írásos anyagban szereplő rendelet megalkotásával egyetért, kérem készfelnyitásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület igen szavazattal egy hangulat elfogadta. 14. napirend előterjesztés Jársági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv jóváhagyására. Írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban kiegészíteni nem kívánom, pénzügyi bizottság tárgyalta. Jászló Zsökösségi Önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászló Zsökösségi Önkormányzat képviselőtestületének a Jársági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv
jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kérdés a napirendhez van-e. Vélemény, hozzászólás, más javaslat. Nem látok ilyen szándékot, akkor kérem az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot, mert a pénzügyi bizottság is támogatott elfogadókében készfeljutásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazatra egy hangul egy elfogadta. 15. napirend előterjesztés az optimális biztosítási portfólió Kft.-vel érvényben lévő megbízási szerződések megújításáról. Írásos anyag kiküldése került előadóként szóban kiegészíteni nem kívánom, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének az optimális biztosítási portfólió Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, kérdés a napirendhez van. Vélemény, hozzászólás, esetleg más javaslat. Nem látok ilyen szándékot. Kérem, aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kérem, készfeljutással jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulag elfogadta. 16. napirend. Előterjesztés beltörleti utak karbantartásáról. Írásos anyag kiküldésre került. Előadóként szóval nem kívánom kiegészíteni, a pénzügyi bizottság ülésén tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a belterületi közutak karbantartásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy napirenddel kapcsolatban kérdése van valakinek. Vélemény, hozzászólás, egy más javaslat, Jenis László képviselőtársának. Tisztelt, nagyon fontos, ami le van írva, hogy tükörkészítés, abból való anyag kiemelése, és annak a megfelelő homokkal, illetve dúdok beterítése. Hát hiszem, hogyha most rá, mint korábbi időszakban volt egy olyan útépítés vagy építgetés, nem is tudom, hogy fejezte ki magam, amikor a húszra rátettük, úgymond a felső termékeny rátettük az udalékot, abból nem volt út sose. És akkor itt van a Szikelszinek is némi igazsága részben. Ennyit akartam. Köszönöm. Hát úgy gondolom, hogy az utóbbi években úgy készültek az utak, hogy megfelelő tükörrel. Most én vissza az elődeinkhez visszanyúlni nem akarok, de ez való igaz, hogy a felszíne meg lett szórva az útnak, és az első tél után megszűnt útként, portalanított útként, vagy útalapos útként funkcionálni. De egyébként kevésbé csak annyit visszatérve, hogy a Szitelszkire utal képviselőtársam, hogy igazából nem itt vannak a problémák. Nem az útalappal vagy útalappal ellátott útjaink, hanem az aszfaltos útjainkon, amiben igazából a vita van. Mert szerencsére azért elég sok követ sikerült a Szitelszkétől idehozatni, és azt mi terítettük szépen nyomvonalakba. Tehát azokat mi helyre raktuk, igazából az aszfaltos portalanított utakon van az a probléma, amivel majd főként amivel szembe kell nézni. De én úgy gondolom, hogy ez most jó utóbbi időben jó gyakorlat van, különösen úgy, hogy ezért erre központi forrásokat kapunk a feladatfinanszírozás keretében. És nagyon fontos egyébként azért azt hangsúlyozni, hogy nem útépítésről van szó, hanem utak karbantartásáról, tehát ez egy fontos. Jó. További hozzászólás vélemény. Olyan szándék nem merült fel a pénzügyi bizottság ülésen sem, hogy további rangsort állítsunk fel az utakból, akkor ezt úgy értelmezhetem, hogy majd mindig, amikor aktuális lesz, és lesz lehetőség,
akkor ezt újra tárgyaljuk. De én szerintem az anyag, amit a kollégáim elkészítettek, azt szerintem használható lesz a későbbiek folyamán is majd a döntések meghozatalához. Jó, akkor változatlan formában, a pénzügybizottság is javasolta, az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki elfogadja, kérem készenlítással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Ja, igen, a másik határozati javaslatot is kell, hogy ez volt az első határozati javaslat. Ennél? Bocsánat, ennél egy vagyva. Következő mi a vagyva? Jaj, már tovább. Ennél egy, minden vagyva van. A következő mi a vagyva? Egy másodán kettőnél lesz kettő határozat. Jó, következő mi a vagyva? Hagytam magam megzavarni. 17. napirend. Előterjesztés a humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban című EFO 1.3. kötője 16, kötője 2017, kötője 00032 számú pályázatból megvalósítandó rendezvényszervezési feladatok ellátása és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése tárgyban ajánlattétele felkért szervezetek kiválasztásához. Írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem kívánom kiegészíteni, pénzügybizottság ülésén tárgyalta. Két határozat van, mind a két határozatot szavaztam, akkor mi fogalmányos körül. Jászló Zsökösségi Önkormányzat pénzügybizottsága javasolja Jászló Zsökösségi Önkormányzat képviselőtestületének a humán szolgáltatások fejlesztése Jászapáti járásban című EFO kötőjel 3.9.2 kötőjel 16 kötőjel 2017 kötőjel 00019 számú pályázatból megvalósítandó rendezvényszervezési feladatokkal ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Ez az egyik határozat, a másik határozat pedig Jászló Zsökösségi Önkormányzat pénzügybizottsága javasolja Jászló Zsökösségi Önkormányzat képviselőtestületének a humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban című EPO kötőjel 1.5.3 kötőjel 16 kötőjel 2017 kötőjel 00032-es számú pályázatból megvalósítandó kísértékű tárgyi eszköz beszerzésére ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás, vagy más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, szavazásra bocsájtom. Az írásos anyagban szereplő első határozati javaslatot, aki elfogadja, kérjön készfelnyitásra jelezzel. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulag elfogadta, most pedig a második határozati javaslatot, aki elfogadja, kérjön készfelnyitásra jelezzel. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulag elfogadta. Következik a 18. napirend. Előterjesztés a humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban című EFO 5.3.9.2 kötőjel 16 kötőjel 2017 kötőjel 00019 számú pályázatból megvalósítandó személyszállítási és rendezvényszervezési feladatok ellátása tárgyában ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról. Az írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóval nem kívánom kiegészíteni, a pénzügybizottság ülésén tárgyalta. Itt is két határozat van, mint a két határozatot felolvasom, akkor Jászló Zsökösségi Önkormányzat pénzügybizottsága javasolja Jászló Zsökösségi Önkormányzat képviselőtestületének a humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban című EFOK kötőjel 3.9.2 kötőjel 16 kötőjel 2017 kötőjel 00019 számú pályázatból megvalósítandó személyszállítási feladatokra ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően, és a másik határozat pedig Jászló Zsökösségi Önkormányzat pénzügybizottsága javasolja Jászló Zsökösségi Önkormányzat képviselőtestületének a humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban című EFO kötőjel 3.9.2 kötőjel 16 kötőjel 2017 kötőjel 00019-es számú pályázatból megvalósítandó rendezvény szervezési feladatokra ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen! Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek. Vélemény, hozzászólás?
Más javaslat. Nem látok ilyen szándékot. Szavazásra bocsánatom. Az írásos anyagban szereplő első határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. Most pedig a második határozati javaslatot bocsátom szavazásra, aki elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangulag elfogadta. 19. napi rend. Előterjesztés a TOP kötőjel 4.1.1 kötőjel 15, JN 1 kötőjel 2016, kötőjel 0.13, azon a tisztítószámon egészségközpont létrehozása a Jászlózsa községben tárgyú projekt keretén belül eszközbeszerzésre ajánlattétel felkész szervezetek kiválasztásáról. Az írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem kívánom kiegészíteni. Pénzügyi bizottság ezt a napi rendet is tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a TOP kötőjel 4.1.1 kötőjel 15 kötőjel JN 1 kötőjel 2016 kötőjel 00013 azonosító számú egészségközpont létrehozása Jászlózsa községben tárgyú projekt keretén belül eszközök beszerzésére, ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendhez van-e valakinek kérdése, véleménye, kíván-e valaki hozzászólni. Nem látok ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsájtom. Aki az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. 20. napi rend. Előterjesztés a VP 6 kötőjel 7.2.1 kötőjel 7.4.1.3 kötőjel 17 kódszámú helyi termékértékesítés szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közékeztetés fejlesztése, termelői piactárgyú projekt keretén belül közbeszerzési feladatok ellátása, ajánlattétel felkért szervezetek kiválasztásáról. Írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem kívánom kiegészíteni, pénzügyi bizottság tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottságával javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a VP 6 kötőjel 7.2.1 kötőjel 7.4.1.3 kötőjel 17 kódszámú helyi termékértékesítés szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése, termelői piactárgyú projekt keretén belül közbeszerzési feladatok ellátása, ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás, más javaslat? Nem látok ilyen szándékot, szavazásra bocsátom. Aki az írásos anyagban szereplő határozati javaslatot elfogadja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. 21. napirend. Előterjesztés Jászlózsa község víziközművek gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról. Írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem kívánom kiegészíteni, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a Jászlózsa községi vízközművének gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását a határozati javaslatnak megfelelően. Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van valakinek? Vélemény, hozzászólás, esetleg más javaslat? Nincs ilyen szándék, szavazásra bocsánatom. Aki a pénzügyi bizottság javaslatát támogatja, kérem készfenyítással jelezze. Köszönöm szépen, hogy állapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulat elfogadta. 22. napi rend. Előterjesztés Jászlózsa községi önkormányzat tulajdonában élő ingatlanok értékesítéséről. Írásos anyag kiküldésre került, előadóként szóban nem kívánom kiegészíteni. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottsága javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének
házbúzsöpösségi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztés elfogadását a B javaslatnak megfelelően, mely szerint az önkormányzat a 2 darab lakóház ingatlant egyenként, ingatlanonként nyilvános árveléssel licitáljáráson értékesíti, míg a telek és beépítetlen területekre együttes értékesítéssel nyilvános árveléssel licitáljáráson értékesíti. Köszönöm szépen! Kérdezem képviselőtársamat, hogy nem Virenddel kapcsolatban kérdése van valakinek? Nyeres László képviselőtársam. Nekem olyan kérdésem van egy napirendi pont kapcsán, hogy tulajdonképpen ugye megértettük árverésre. Hát jó lenne, hogyha árverés is lenne, úgymond, mert történt már itt járdőrán olyan, hogy például a vásárterét, amikor az önkormányzat elműködte, hogy értékesítjük, akkor dupáját is ki lehet belehozni. Például. Ezt nem tudjuk, ez más történet, nyilvánvalóan. Ez egy közel 3 hektáros terület volt, a grupája bevételt el tudtunk érni, az egyébként társadalmat fogna adni, akkor nem a helyzet fogunk most. A másik dolog meg, tehát ugye, hogyha a licitálás útján megvételre kerül, mielőtt az adásvételi szerződés megtörténik, előtte még a testületével is foglalkozik vele. Én előírnám, hogy azért még nézzünk rá. Már bocsánat. Jegyző azt mondom, szerintem erre válaszol. Úgy is van, és lehetne esetleg, hajlá. Hát nem tudom, a képviselő részt vettél-e már licitáljárásra. Hát a vásárkényel részt vettem. Én hagyottam ki belőle a plusz 500-at. Mert ugye a licitáljárásnak ki kell dolgozni a szabályát, ezt az előterjesztés tartalmazza is. Tehát meg kell hirdetni, most eldöntötte, ha eldönti a képviselőtestület, hogy értékbecslési ár lesz a kikiáltási ár, ugye ez a vagyonrendben is benne van, hogy akkor azon a kikiáltási áron történik, aki licittevőnek jelentkezik, annak be kell tenni a polgármesteri hivatal tételában, be kell fizetni a liciteljáráshoz szükséges összeget, és aki befizette, nyilatkozni, annak még nyilatkoznia is kell, hogyha megnyerő a liciteljárás, akkor szerződés kötési kötelezettsége van, és aki kialkod egy vételárat és részt vesz a liciteljáráson, azzal a polgári törvénykönyv szerint is, nem csak a szabályzataink szerint, szerződési kötelezettsége van az önkormányzatnak, tehát innentől kezdve ezt már nem lehet tovább felülírni, meg tovább dönteni róla. Mert ugye azzal, hogy a licit induló árát meghatározza a képviselőtestület, hogy ez nem lehet kevesebb, mint az értékbecslés szerinti ár, onnantól kezdve, hogyha kiírjuk, hogy a licit lépcső 100 ezer forint, és akkor részt vesz egy vagy két lépcsőn, vagy harmadik lépcsőnél kialkult a vételárat, onnantól kezdve már nem léphetünk mi se vissza. Nem léphet vissza a vevőse, csak abban az esetben, hogyha elvesztette a bánatpénzét, az önkormányzat pedig már nem tud visszalépni. Tehát, hogy az a licit tárgyalás jegyzőkönyvét mellé kell tenni a testületi döntésnek, és az alapján a földhivatal is átírja, tehát az adásvételi szerződést meg kell kötnünk. Tehát most kell eldönteni, hogyha még többet akar a képviselőtestület, akkor most kell eldönteni, hogy ne az értékbecslés szerint áll legyen, hanem magasabb legyen a licit kikiáltási ára, mert hogyha ugye csak egy érdeklődő van, akkor félő, hogy elmegy a kikiáltási ára. De ha több érdeklődő lesz, akkor meg remény van arra, hogy akár a kikiáltási ár fölött lényegesen tudjuk értékesíteni. Tehát itt ennek ugye szabályai vannak, hogy edzőasszony elmondta nekem, menjek visszakérdezni, hogy milyen aggájaid vannak, hozd már még belünk, mert akkor... Megmondom én őszintén, tehát nekem nem nagy szavak ezek, mindig azért ültek ide, mert település vagyonára figyeljünk. Hát persze. Magyarán szóval nem nagy szavak ezek, de most, hogyha esetlegesen áron adjuk el ezen ingatlanokat, úgymond, akkor már elnézést kérek, mert semmi közöm hozzá, hogy lesz egy év múlva, vagy másfél év múlva, de azt fogják ránk nyomni, azt a bélyegét, hogy kisebb őzött falu, települést adjatok át nekünk.
ajánlani, és hogy így fogalmazok. Értitek, hogy mit mondok? Tehát nekem erre laggálom. Mert így is azt mondanak, amit mondanak, hát az egy gyakorlat. Jó, értem, tehát nem véletlenül van az önkormányzati rendeletben, kötelezően is a önkormányzati törvényben is, hogy ingat, tehát fel kell értékeltetni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha az alatt nem is igazán nem adhatnánk el, ezt kijelentjük ezt az összeget egy induló árnak, akkor ezt az összeget minimálisan meg kell kapni. Ha licit rebocsátjuk, akkor remélhetőleg ezen többet is. Én már féltem, hogy más aggályod van, hogy esetleg, hogy nem olyan kívánatos személy kezébe kerül, akkor arra viszont, ahogy a jegyzőasszony elmondta, hogyha szabályosan részt vesz és nyertes egy licitnek, akkor nincs benne mozgásterünk. Én is rákérdeztem a jegyzőasszonyra az előkészítés, napirend előkészítése kapcsán. Nincs benne mozgástér. Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy olyan személyek is részt vegyenek a liciten, akik erre rá tudnak licitálni, és nem kerül olyan kézbe, amit nem szeretnék. De nyilvánvalóan ezt már is lehet irányítani, csak én nem tudnám képzelni, hogy egy befektető társaság lennének, és akkor ezekből profitálja nyilvánvalóan az a dolga. Tehát építsem, felelősséget vállal, hogy mit tudom, hat családi házat fölépít. Például, és akkor tovább értékesítje bárkinek, vagy arra érdekékesnek. Vagy még egy dolgokra szeretnék az, hogy mennyire gazdálkodó, tehát nem csak azért küldtek oda, hogy falu vagyonára vigyázzunk, hanem működtessük a települést, gazdálkodjunk a falu vagyonával, a gazdálkodáshoz hozzátartozik adott esetben a vásárlás is, meg az építés is, a bővítés is, és racionális megoldásokat kell elfogadni. Azért ezekben vannak olyan ingatlanok, amiket azért úgy szereztünk meg, hogy kerül odafigyeléssel, és tényleg apró pénzért. A felértékelésből látszik, hogy többszöröse a felértékelt összeg, mint amennyire az önkormányzat ehhez hozzájutott. Most nem akarom ezeket felsorolni, a képviselőtestület ezeket tudja. Van olyan, amelyet kerül odafigyeléssel ajándékozás címén szerezte meg az önkormányzat. Tehát jelen pillanatban ezek az ingatlanok az önkormányzatnak sajnos nem hoznak semmit, csak kiadást jelentenek, mert azért nem nagyon lehetünk arra büszkék, hogy a mi ingatlanaink vannak legjobban rendbe tartva a településen. És akkor mi beszélünk arról, hogy majd szankciókat is alkalmazunk, de hát azt is tudjuk, hogy mindent a közmunkásokra nem lehet alapozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha megfelelő alternatívát kiválasztjuk, amit három a határozati javaslatban van, ez talán kellő bevételt biztosíthat az önkormányzatnak, és hát most azt kell mondani, hogy azoknak a hiányoknak a betömésére használjuk, ami keletkezett az évben, sajnos úgy gondolom, hogy nem kizárólag az önkormányzat a képviselőtestületnek a hibájából van ez a nehéz anyagi helyzet, ami van. De ezekkel én úgy érzem, hogy tudjuk kezelni. Az teljesen az a szándék, amikor megszereztünk egy-egy ingatlant, vagy egy felújítható házat, akkor a szándék az volt, hogy mi ezt felújítjuk, és utána értékesítjük. De hát ez csak akkor lehet, hogyha az eddig fölvállalt kötelező és még nyakunkon lévő nem kötelező önkormányzati feladatokat elláttuk erre, és látjuk, hogy a költségvetésünk nem biztosít arra fedezetet, hogy ezeket ellássuk. Hát én úgy gondolom, hogy talán olyan kezekbe kerülnek, gondolok itt azokra az ingatlanokra, amik felújíthatók, akik egy tisztességes, normális lakói lesznek a településnek, ezzel gazdagodik a település, mint az, hogy ott áll évek óta, az állaga nem javul, nekünk pedig még pénzünkben van, a pénzre pedig rendkívül nagy szükségünk lenne ahhoz, hogy jövő évben egyensúly, olyan költségvetést tudjunk megalkotni, hogy a választásokra egy egyensúlyban lévő, pénzügyi egyensúlyban lévő települést tudjunk átadni a következő testületnek. Jó, és itt még szeretném elmondani, hogy beszéljünk addig, amíg szükséges, még egy össze nem tudjuk kovácsolni a véleményünket úgy, hogy itt is 4 szavazatra van a szükség, tehát ahhoz, hogy ezt szülessen döntés. A többinél elég volt a 3. Kódolgép képviselőtársra, mi a szó? Igen, nekem is az jutott az eszembe egyébként. Maximálisan elfogadom a Gyenes
László képviselőtársamnak a felszólalását, de az jutott az eszembe, hogy hát ha mondjuk egy helybeli, tehát több arányban lesz egy helybeli, akinek esetleg szüksége van, tehát mi ezzel segítséget is nyújtunk azoknak a családoknak, vagy embereknek, és ugye az is egy fontos szempont, hogy a házaknak vagy a területeknek ugye folyamatosan romlik. Romlik az értéke is, és ha sikerül mondjuk egy megfelelő vásárlót találni, akkor ez a probléma is megvan oldva. Köszönöm szépen. Egyébként a B változat nem véletlenül került az alternatívák közé, mert amely két lakóház ingatlan itt meg van jelölve, arra már most van érdeklődő, több érdeklődő van, tehát várják, hogy licitre legyen bocsájtva. Tehát ott viszont, és ezek olyan családok, akik itt élnek a településen, és szeretnének egyik okok miatt, de szeretnék ezt felújítani. Én úgy gondolom, hogy ha mondjuk az árváltozatát tesszük, akkor azokat kizárjuk ebből, hogy most meg kelljen vásárolni nekik egy, ráadásul nem biztos, hogy azért a leggazdagabb családok fogják ezt megvásárolni. Tehát ezzel én úgy gondolom, hogy segítünk a családokon. Úgy gondolom, hogy az az ingatlan ér annyit, amennyire fel van értékelve, de hát azt tudjuk el, hogy ezek közül az egyiket fillérekért kaptuk, a másikat pedig 100-valahány ezer forintért összességében. Tehát, nem mondjuk ki, hát a testület tudott volna szerintem. Hát de a testület bármikor megtekinthetik, megrendelkezésükre. Én úgy gondolom, hogy de hát annak azért annak oka volt, és ahhoz nem csak az összetartozott, hanem egyéb más dolog is azért tartott ez vagy két évig, mikor amit sikerült ezt az ingatlant szerezni. Jó, hát nekem nagyon nehéz ahhoz alkalmazkodni, hogy egy csomó dolgot el kell hallgatni, hogy nem mondhatunk ki, de ezeket képviselőtestületi tagok erről tudnak, tehát ezt nem kell lecsetelni, tehát én úgy gondolom, hogy nem elherdálása a falu vagyonának. Képviselőtársam, mi a szó? Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévő. Tehát a pénzügyi bizottsági ülésen is megfogalmaztam, és azért tettem fel ezt a B-változatot a szavazásra, illetve ezt bocsájtottam szavazásra először. Én azt gondolom, hogy mindenképpen reményeim szerint olyan ember fogja megszerezni, illetve helyi fiatalok, vagy mikor nem is fiatalok, de helyiek veszik meg ezt a két létesítményt. Illetve azt gondolom, hogy ha több érdeklődő van, és többet licitálnak rá, akkor talán még az előírt árnál is még nagyobb összeget tudna talán az önkormányzat ebből kihozni, és mindenképp jól járna az önkormányzat is, illetve maga a település is, hogyha a helyiek vennék, mert a C-verzió az abszolút, azt gondolom, hogy azért volt elvetve, mert ott tényleg kimuzsolázzák azt, ami értékes, és a többi akkor marad az önkormányzat nyakán, ami egyébként akkor utána nem eladhatatlan. Az A-verzió sem volt egy rossz, de én pont ez miatt, amit itt a képviselőtársaim, illetve a polgármester úr is elmondott, tegnap bár ezt előtte nem beszéltük, azért javasoltam a B-változatot. Én bízom benne, hogy helyi fiatalok vagy helyiek fogják a két lakóház ingatlant megvásárolni, utána pedig meglátjuk reményeim szerint a területeket is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jegyző aztán. Csak annyit szeretném mondani, hogy én véleményem szerint felelősséggel és biztonsággal meghozhatja a képviselőtestület ezt a döntést, hiszen nagyon elő volt készítve, kijelölte a képviselőtestület ezeket az ingatlanokat értékesítése, azt követően beszerzési eljárással három ajánlatból lett kiválasztva, hogy kikészítse el az értékbeslést. Amikor elkészült ingatlanonként az értékbeslést kiküldtük a képviselőknek, mindenki megkaphatta, áttanulmányozhatta, meggyőződhetett róla, hogy a tényleges forgalmi érték szerint történt meg az értékbeslés, hiszen tudjuk a településen belüli ingatlan forgalmakat, tudjuk, hogy ezek belterületen hol helyezkednek el, milyen értékű ingatlanok, tehát magunk is felbecsülhetjük. Tehát az én álláspontom szerint meggyőződhetünk arról, hogy az értékbeslés az reális, tehát nem marasztalhatja el senki sem
az önkormányzatot, hogy nem a törvény, meg a joggazdagondosságát betartva történik ez az értékesítés, tehát emelt ővel állhatunk elébe, és bízunk benne, hogy jogszerűen is biztos, hogy biztonságban le fog zajlani. Köszönöm. Kérdés jó számomra. További kérdésem van. Igaz, hogy külterületen az másként van, akkor biztos, hogy úgy van, hogy helyi számunként egy szerződés. És nem tudom, hogy egybe foglalva lehet-e ezt a 17 ingatlan egy arásmétert szerződés, ha egyenlő, megvalósítani. Kérdés az, hogy ki fizeti a lépést, mert a vevő szokta fizetni általában. A vevő fizeti. Na, ezt is tudnunk kell. A másik tovább lakoznék, bocsánat. Van itt egy olyan, hogy temetővai dűle. Az gyep vagy cáncó beépítetlen terület, persze beépítettek terület a mocsár is, hogy lehet tudni, hogy melyiket hozzá a betörődés. Hát ki lett küldve az állapot, a rajzon is datahoz van, helyszínrajz meg minden. Igen. Meg tudjátok, hozzátok már be részéves a értékbeső. De tudok, én be, hogy jó, Szilvike ott van a polgármesterek után, hogy ott voltam. Mert ugye nem mindig, mert ugye van belterületi számtó. Ugye gátom belterület. Minden belterület. Tudom, hogy belterület, ami gátom belterület, mind belterület. Egyébként lehet is ügyetlen is, hogy kell egyébként. Ez el is fontos. Tehát itt külterületén vagyok érintett ilyen. A külterületi ingatlan nyilvántartásban belterületen nincsen gyep és szántó, csak beépítetlen. Tehát telek vagy beépítetlen telek. Az, hogy most szántókét van belve, vagy gyepként van belve, ez csak a gyakorlat, de nincs aranykorona értéke és nincs művelési ága. Tehát így van nyilvántartva, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy beépítetlen terület. Bocsánat, én egy mondatot szeretnék hozzáfűzni, amit tegnap a pénzügyi bizottságból is én is jeleztem Jeles képviselőtársamnak, hogy egyébként amikor a költségvetést elfogadtuk, akkor úgy fogadtuk el a költségvetést, hogy ezt az ingatlan lakóingatlan értékesítést is számoltuk be, ezt az 5 millió akármennyi az összeg az anyagban. Ez be volt tervezve a költségvetésünket, úgy fogadtuk el, hogy ezt számoltuk, hogy ezeket az ingatlanokat értem, én csak úgy bele tervezni őkülő valamennyi, hogy ez éppen mennyi az értékbeszélés. Nem, hogy mi volt kerekem tervezni. Éppen így sikerült. Jó, igen. Hát megértem. Hát azért jó sikerült, mert jó sikerült. Hát, mint ahogy mondtam, egy biztos, hogy befolyásolva nem volt. Így van. Mert hogyha azt mondja, hát azért most, aki itt helyben van, és hogy foglalkozunk bele, hát azért nehogy ne tudjuk már meghatározni, helyben kis eltéréssel szerintem be tudjuk határolni, hogy mi mennyit ér a településen. Ingatlanban úgy körülbelül ott van, hogy nem eddig a romokkal, meg a helyekkel, hanem külterületen. Ez a 829-es. Akkor a képviselő oldalás. Igen. Jó, még arra válaszolnék, hogy a ügyvéddel természetesen tárgyaltam erről, hogyha egy licit eljárásban történik 14 ingatlannak a adásvétele, egy szerződésben lehetsége. Külterületnél valóban igazolom a képviselőnek, hogy nem lehet, mert külterületi földnél egész más az eljárás, de belterületi földeknél egy szerződésben lehet, de a vevő fizeti. Megvan mennyi terület? Megvan 25 négyzetméter és 101 ezerkörnyi kiáltás, megállapodó forgalmi értéke. Igen, és ott van. Hát én ezt kevésnek találom, hogy ilyen kéne. Nagyon alap is ott van mögötte. És rajtuk már figyelni, de attól különben mehet tovább. Én képet is tartom. Akkor további hozzászólás, vélemény, vagy esetleg más javaslat. A határozati javaslatban három alternatíva szerepel, ebből a pénzügyi bizottság a B alternatívát javasolta. Szavazhatunk.
amikor megkaptuk az anyagot, akkor ez minden kiküldésre került, én vélem, hogy azért elég bőségesen van. Meg nem biztos, hogy amikor a testület üléshez van csatolva az anyag, akkor van egy idő, hogy ezt mindenki, mert nem biztos, hogy mindenki látja maga előtt, hogy melyik, mert hogy mégis lehetett nézni. Van-e kérdés, vagy hogy tovább hozzászólás, vélemény, vagy feltehetem szavazásra? Hát ha nem szól hozzá senki, akkor felteszem szavazásra a pénzügyi bizottság javaslatát, a B változatot, aki elfogadja, kérem kész felhívásra jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy változatta. A többi szavazás talán egy kicsit könnyebb lesz, mert már nem kell hozzá a minősített többség. Szerintem a fajsúlya is más egy kicsit. 23. napirend előterjesztés a formigyűlés időpontjának és napirendi pontjainak meghatározására. Előadóként szóban kiegészíteni nem kívánom a kiküldött anyagot. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van valakinek. Szokás szerint időpont az a szokás szerinti időpont. Szinte a napirendek is egy kibővítéssel talán nagyon aktuális az idősek otthonáról való tájékoztatás, akkor azért már még közelebb leszünk az átadáshoz, illetve arról úgy gondolom, hogy nem csak a testületnek, a kuratóriumnak, illetve a bentlakóknak vagy ott dolgozóknak kell hiteles információt kapni, hanem a lakosságnak is. Kérdezem, hogy a napi rendel kapcsolatban kérdése van-e valakinek? Vélemény, hozzászólás? Nem csak egy vélemény, hozzászólásom van, bár gondolom, hogy ez így fog történni, de mindenképp javaslom, hogy a helyi újságban van, vagy belekerüljön, mielőtt a falugyűlés megtörténik, hogy értesüljenek róla a lakosok, mert az a jó, hogyha minél többen vannak ott, pláne ebben az esetben. Azért nem egy olyan kis foglalkozó dologról van szó, illetve beszámolom, én azt gondolom, hogy mindenkinek kell, illetve tudni kellene róla. Ez nem rajtunk, vagy nem az önkormányzaton fog múlni, hogy hány ember fog megjelenni, ez sajnos azt tapasztaljuk, hogy elég érdektelenek az emberek, de hát reméljük, hogy azért többen el fognak jönni, mint egyébként eddig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hát én úgy gondolom, hogy annál is inkább, mivel nem csak a polgármester fog most beszámolni, én úgy gondolom, ugyanis olyan törvényességi észrevétel volt, hogy a képviselőknek is be kell számolnunk a munkájukról, ez egy jó alkalom arra, hogy felvállalják a polgármestert és kiülnek mellé, és ha úgy ítélik meg, akkor kiegészíthetik, illetve hozzájuk is lehet majd kérdés intézni a lakosság részéről. Vagy nekem teljesen jó az is egyébként, hogyha mindenki életben megteszi majd a beszámolóját, de én szerintem régen is így volt, hogy a polgármester kiindult a képviselőtestület, és volt is, amikor nem csak a polgármester szólt, hanem képviselő, és hozzá is lehet intézni kérdést. De ez igazából az előterjesztésből most nem derül ki, de én úgy gondolom ennek kapcsán a figyelmet felhívhatom rá, hogy aki élni akar ezzel a lehetőséggel, az a lehetőség van. Kíván-e valaki hozzászólni? Nem látok ilyen szándékot, akkor szavazásra bocsánatom, aki elfogadja, kérem kész felhívásra jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület még igen szavazattal elfogadta. És következik a 24. napirend előterjesztés Jász Dózsa községét közalapítvány kuratóriumi tag lemondásának tudomásul vételéről és új tag megválasztásáról. Írásos anyag kiküldésre került, szóban kiegészíteni nem kívánom. Remélem, hogy meg is találom, mert mindig elmegy, mert pedig kérdezem, hogy az írásos anyaghoz kérdése van-e valakinek? Elnézést külön kell elvizsgálni, a kis ám is ez a
kis karcsonyat találni. Milyen Budapesten él, most már huzamosabb ideje, nem tud részt venni ennyi információban a kuratóriumi munkájában. Tehát itt van a kuratóriumi emlőre, és hogyha gondolja, akkor esetleg néhány szót ezzel kapcsolatban szólhat. Szerintem mindenre van írva. Ebben túl nagy mozgástere nincs a képviselőtestületnek, a kuratóriumok lemondását ezt írjuk tudomásul venni. Természetesen az új tag megválasztásával arról lehet vitázni, esetleg más javaslatot is lehet tenni. Gondolom, hogy a személyi pénzéként pedig is sokat tegyen az Zsuzsanét a fél évvel együtt, úgyhogy mindenki támogatja. Kérdés, vélemény, hozzászólás, további. Egy esetleg más javaslat. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsánatom, az írásos jelenetben élő határozati javaslatot, aki elfogadja külön készfelnyitásra rendezett. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangulag elfogadta. És most következik az a 25. napi rend. A Bursza Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer csatlakozásának szóló előterjesztés. A képviselőtestületi tagok ezt is megkapták írásban, bár később a testület első jelentős részét követően. Szóval nem kívánom kiegészíteni, a pénzügyi bizottság ezt a napirendet is tárgyalt a szerdai ülésén. Jászlózsa községi önkormányzat pénzügyi bizottságban javasolja Jászlózsa községi önkormányzat képviselőtestületének a Bursza Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer csatlakozásáról szóló előterjesztés elfogadását. A B javaslatnak megfelelően, mely szerint az önkormányzat nem csatlakozik a Bursza Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdése van valakinek? Vélemény, hozzászólás, Kóródi Anikó képviselőtársam jelzi. Csak annyit szeretnék mondani. Nagyon sajnálom, hogy ezen a hétokok miatt ő nem valósulhat meg, mert nagyon nagy szükség lenne rá, szerintem. Biztos lenne rá jelentkező, és nagyon kevés lehetősége van ezeknek az embereknek az anyai segítségre, és ez egy jó lehetőség lett volna. Köszönöm szépen. További hozzászólás, vélemény. Ha visszaemlékeznek képviselőtársaim az önkormányzat költségvetés készítésénél, sajnos már az utóbbi években szóba se került, vagy az ügyvételig tudjuk, hogy évről évre a képviselőtestület foglalkozik vele. Szóba sem került a tervezésnél, bár most az idejében nem láttam volna lehetőséget a betervezésének. De én úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű támogatások egy önkormányzatnak, ha nem is kötelező feladata, de szerintem erkölcsileg ezeket nagyon, nagyon fontos lenne, hogy mit üzenünk a fiataloknak, vagy azoknak a családoknak, akiknek tehetséges gyerekeik vannak, és mondjuk nehézséget okoz a felsőoktatási intézmény zöggeni mentes elvégzése. Tudjuk azt is, hogy nagyon sok fiatal jött a diákhitel lehetőségével, hát már jó lenne, hogyha nem kellene már diákkorban elvagosabbni egy fiatalnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha most adott esetben nem is csatlakozunk hozzá, a jövő évi költségvetés készítésénél legalább együtt már figyelembe ezt nehezem a pénzügyes kollégának is, mert eddig szinte tényleg minden a kötelező feladatok, és amik eddig itt voltak vállalt feladatok, és én úgy gondolom, hogy az idejében elég nagy áldozatot hozott az önkormányzat minden téren a pénz megtakarítása érdekében. Szomorú hallani azt, hogy szembesülni vele, hogy a forrását nem tudnám megmondani, hogy miből. Kívánok valaki hozzászólni? De hát úgy gondolom, hogy a pénzügyi bizottság ülésén is erről beszéltünk, és ebben nem volt nézetkülönbség senki között, hogy ezt nagyon jó lenne, és fontos lenne. Sok mindent üzen,
a képviselőtestület szemléletéből sok mindent átad a fiataloknak, a családoknak, az egész közösségnek. Szavazhatnak róla? A pénzügyi más javaslatot nem hallok, akkor nem hallottam, akkor a pénzügyi bizottság javaslatát, ami alternatívát teszem fel szavazásra, aki elfogadja, kérem készülnyitásra jelezzen. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a képviselőtestület 4 igen szavazattal egy hangból elfogadja. Ezzel a napi rendben mondott tárgyalásának a végére értünk. Mielőtt a testület ülét belekezdeném, megkérdezem, hogy közérdekű bejelentése van valakinek. Ilyen szándékot nem látok, így köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, a mai testületülést belekezdtem.